Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelődjének tekinthető államigazgatási főiskola nappali tagozatán szereztem diplomát 1987-ben. 34 éve dolgozom a közigazgatásban, ebből munkaviszonyom fele a szekszárdi polgármesteri hivatalból származik. Jelenleg a polgármesteri hivatal hatósági és koordinációs igazgatóságát vezetem. Polgárok többsége osztályainkon keresztül kerül kapcsolatba az önkormányzati közigazgatással, például amikor házasságot köt, hagyatéki ügyeit intézi, ipari, kereskedelmi hatósági ügyben vagy címnyilvántartással kapcsolatos ügybe fordul a hivatalhoz, vagy éppen amikor a helyi adó ügyeit intézi. Emellett még igazgatóságunkhoz tartoznak a humánpolitikai, a kodifikációs és a folyamat ellenőri feladatok is. Osztályaink által előkészített hatósági döntésekkel szemben csak elvétve érkezik jogorvoslati kérelem, ugyanakkor nem egyszer kapunk pozitív visszajelzést, köszönő leveleket, melyben a ügyintézőink segítőkészségét, az ügyintézés szakszerűségét dicsérik. A pandémiás veszélyhelyzetben a nehézségek ellenére is igyekeztünk az ügyfeleket változatlan színvonalon kiszolgálni. Alkalmazkodtunk az ügyfélfogadásban a megváltozott munkakörülményekhez, és nagyobb teret kapott az elektronikus ügyintézés. Saját igazgatóság vezetői munkaköröm változatos és sokrétű. Mindig az aktuális feladatokra koncentrálok, és minőségi munkára törekszem. Jó érzés szakmai díjat átvenni, különösen akkor, ha felterjesztésre a javaslat a közvetlen kollégák részéről érkezik. Köszönöm a kollégák és családom támogatását, és köszönöm a döntéshozónak is, hogy elismerve munkámat alkalmasnak tartott a Hírling Ádám kitüntető díjra.